Nehezen lendültek játékba a csapatok, 5 perc után még csak 5-6 állt az eredményjelzőn. A negyed végére a hazaiak 11 pontos előnyt szereztek, amelyből 10-et a második negyed elején el is adtak. A Vasas a vezetést is átvette, a nagy szünetre már 8 pontos vendég előnynél vonultak le a játékosok. Fordulás után is a végig letámadó fővárosiak uralták a játékot, a Cápák 13 pontos hátránynál kezdték el a felzárkózást. 58-58-nál érte utol ellenfelét Merin Mehmedovic együttese, amely a vezetést is átvette, és végül a kiélezett végjátékban 2 ponttal meg is nyerte a szezon első bajnoki mérkőzését. Az, amit csinálta Vasas ellenünk mai meccsen, ez nem mindennapi dolog, hogy a ligában valaki 40 perc letámad, és a bontja a játékuk, hogy nem tudunk, szenvedtünk, de a legfontosabb dolog, hogy a másik felidobó, felveszünk a harcot újra, és bíztunk, hogy nyerni tudunk. Ez a győzelem, egy nagyon fontos győzelem bajnokság szempontjából, mert én még mindig mondom, hogy a legbiztosabb meccsek, ami lesznek, és gondolom, nyerni fogunk, lehet, hogy nem lesz így van, és a legnehezebb meccsek lehet, hogy nyerni fogunk, ez a fiatal csapatnak a feljutásnak a része. Soha nem lehet tudni, mit, mikor igazán lesz. Készültünk mi is, készültek ők is. Volt periódus, amikor mi is jól játszottunk, akkor utána jött. Tipikus első bajnoki meccs, és én örülök neki, hogy abszolváltunk győzelemet, mert ezt a győzelemet nagyon fontos dolog. Látni fog 10 forduló után, mennyi fontos volt ez a győzelem. A 4-3 pontos kosaratszerző Nagy Simon 19 ponttal vette ki részét a győzelemből. Nagyon hullámzó volt, az első negyed úgy sikerült, ahogy szerettük volna, a második meg pont nagyon nem. Úgy mentünk be az öltözőbe, hogy azt hiszem mínusz 8 volt közte, próbáltuk tüzelni magunkat, és hát a csapat megmutatta, hogy van szíve, és hogy bármikor tud nyerni, akár mínusz 10, mínusz 8 ide vagy oda, és hát szívvel ezt most megnyertük. A forduló további eredményei a következők: Deac U23 Salgótarján 77-55, BKG Prima Akadémia Jászberény 96-84, Kaposvár TF Budapest 109-61, Dávid Kornél Akadémia Óbudai Kaszások 79-73 és Meavc Fót 84-85. A Nyíregyháza második fordulóban Kaposvárra látogat. Most sokkal könnyebb utazni, sokkal könnyebb készülni. Kaposvár ez abszolút favorita ez az éven, és én szerintem amennyi ez pályán hajtás és igazolás, annyi ez pályán kívül is hajtás, hogy ők legyenek a következő A-liga csapat. Én nekem semmi ellenem, mert igazán is ez egy kosabda város, nagy hagyománya van, de biztosan nem menjünk oda, hogy ők nyernek. Készülni fogunk, meglepetés lesz, ők a kicsit öregebb csapat, rutinosabb csapat, mint a Vasas, és szerintem nem fog ilyen ritmuson játszani, sokkal könnyebb fogunk játszani a Kaposváron. Nehéz lesz, mert ez egy igazán jó csapat, nyomás alatt újra kell játszani, de várok is pozitív eredményt. A második forduló további párosítása a következő: Salgótarján BKG Prima Akadémia, Jászberény Dávid Kornél Akadémia, TF Budapest, Deac U23, Vasas Akadémia, Meavc és Fót Újbuda Mavc.